Augusztus 1-e az anyateljes táplálás világnapja. Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Védőnői Szolgálata ez alkalomból tájékoztató programmal készült a kismamák és az édesanyák számára Újvárosban. Az ESZ-nek alapvetően két feladata van. Az egyik az egészségügyi alapszolgáltatás keretében a védőnői szolgálat és az iskola egészségügyi szolgálat működtetése, a másik pedig az idősellátás. Értem szerint a mai napon azért vagyunk itt, hogy a kismamákhoz kapcsolódó munkát egy kicsit segítsük és erősítsük. Fontos azt gondolom, hogy ezeket a világnapokat méltó módon megünnepeljük, és az a hír, hogy ennek a dolognak milyen nagy fontosság van a kisbabák felnövekedésében, azt gondolom, hogy minél több emberhez eljusson. Fiatal édesanyák és várandós hölgyek is részt vettek az eseményen. Szeretnék mindenképpen tudatosan, tehát több könyvet vagy valami tanulmányt is olvastam már, illetve ide is szívesen jöttem, aztán meglátjuk, mindenképpen szeretnék megpróbálni szoptatni. A gyermekek anyateljes táplálása a szakember szerint több, mint egyszerű etetés. Az anyateljes táplálásnak számos előnye van. Nem beszélhetünk kizárólag táplálásról, hisz az anyateljes táplálás az összefügg a kötődéssel, összefügg a szomjoltással, fájdalomcsillapítással. Számos olyan funkciója van, amit mással nem tudunk helyettesíteni, hisz az anyatejben olyan bioaktív anyagok vannak, amelyet semmi másban nem találunk meg. Azon túl, hogy gyulladáscsökkentő hatása van, elaltat, megnyugtat, ellazít, tehát számos olyan funkciója van, amit a szoptatás révén tud az anyateljes táplálás megvalósítani. Az anyatejnek egészségügyi szempontból is fontos szerepe van. Nagyon fontos, hogy azok az anyagok, amelyek az anyatejben megtalálhatók, azokat mesterségesen nem lehet előállítani. Ilyen például a laktoferin nevű anyag, amely arra képes, hogy azokat a baktériumokat, amelyeknek arra van szükségük, hogy szaporodjanak, hogy vas legyen a szervezetbe, elpusztulnak mellette, hisz megköti a vasat, így a baktérium nem jut vashoz. Egy nagyon-nagyon érdekes dolog az anyateljes táplálással kapcsolatban képes a daganatsejteknek a szaporodásának a gátlására, mert az anyatejben lévő alfa-laktalbumin és egy még egy anyag az olajsav a szoptatott kisbabának a gyomrába összekapcsolódva létrehozza a Hamlet nevű molekula komplexet, amely arra hivatott, hogy a gyorsan szaporodó sejteket megállítsa. A védőnő szerint az édesanyák egyre inkább szeretnének szoptatni. Én 29 éve dolgozom védőnőként, és azt tapasztalom, hogy egyre inkább szeretnek szoptatni az anyukák, aminek mi nagyon örülünk, és szeretnénk megadni minden támogatást ahhoz az anyukáknak, hogy ezt tudják is véghez vinni, minél tovább. Ugye a legideálisabb az, hogyha legalább 6 hónapos korig szoptatják az anyukák a gyerekeiket, de az a tapasztalatom nekem, hogy több szülő tovább szoptatja. Egy éves koron túl viszont már lecsökken a szoptatott babáknak a száma körülbelül felére. De egy éves korig azért elég körülbelül az anyukáknak az ilyen 60-70%-a szoptatja a gyerekét. Az édesanyák 2-5%-a a szoptatási tanácsadó szerint egészségügyi okokból nem tud elég tejet termelni, de a maradék 95-98% egy része sem tud szoptatni, mert nem kap megfelelő információt, felkészítést és támogatást. Ettől függetlenül a szakember szerint fontos kiemelni, nem rossz édesanya az, aki nem tud szoptatni. Nem attól válik valaki jó édesanyává, hogy mivel eteti a gyermekét, mint ahogy nem attól válik anyává, hogy milyen módon szült. A kötődés nagyon nagyba befolyásolja a válaszkész gondoskodás. A Kopmária Intézet népesedésért és családokért intézet felmérése szerint a magyarok 97%-a úgy gondolja, az anyatej minden cseppje kincs.